Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket! Az Antal József Tudás Központ 5. alkalommal rendezte meg az országimás konferenciát, melynek idei témája a magyar tudomány és sport, mint nemzeti érték volt. A rendezvényre a Bálnában került sor. Ha az olimpiai sikerekre, Nobel-díjas tudósainkra gondolunk, kétségtelen sportban és tudományban bármi kicsi ország is vagyunk, nagy hagyományokkal és eredményekkel büszkélkedhetünk. Nem véletlen tehát, hogy e két terület volt a témája az 5. országimás konferenciának, amit Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke nyitott meg. Az olimpiai játékok összesített éremtáblázatán a 8. helyen állunk, ez egy igazán komoly teljesítmény, és az egyfőre jutó Nobel-díjasok számát tekintve is a világ élvonalába tartozunk. Van valami olyan kisugárzás ennek az országnak, amely mindig újabb és újabb sikerekre ösztönöz bennünket. A külföldiek körében az egyik legismertebb magyar ember is a sport révén labdarúgásával vált világhírűvé. Természetesen Puskás Ferencről van szó. Játékosként és emberként is 10-es. Minden magyarnak segített, olyan volt a magyaroknak, mint egy nagykövetség, mondta Puskás Ferencről egyköri csapattársa Alfredo Di Stefano a Real Madrid csatára. Meggyőződésem, hogy nehéz lenne a fenti idézetnél tömörebben, sűrűbben megfogalmazni, hogy mi is az országimás lényege. Egy magyar ember, aki feljut a csúcsra, és világhírűvé válik, tettei által az egész nemzetre jó fény vetül, megismertet bennünket, híressé teszi az országot. És hogy még mik tehetik híressé az országot? A 2012. évi magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvény célja azonosítani és számba venni mindezeket, vagyis a nemzeti értékeket, kiválasztani a regisztrált nemzeti értékekből a hungarikumokat, és ezeket minél szélesebb körben megismertetni, mind külföldön, mind belföldön. Nemzeti értékeink azonosítása egy több lépcsős rendszerben történik, a nemzeti értékpiramison keresztül. Ennek csúcsa a hungarikumok gyűjteménye, amely jelenleg 45 kimagasló értéket tartalmaz, köztük a sport és tudomány csúcs teljesítményeit is. És alatta van a magyar értéktár, a különböző megyei értéktárak és helyi értéktárak. A földművelésügyi miniszter az országimást formáló hungarikumok nemzeti értékek sorából a sport területén a már korábban említett Puskás Ferenc mellett a 9.-11. századi magyar íjat emelte ki, ami január vége óta hungarikum, de természetesen a tudomány területéről is hozhatunk ilyen példákat. Ilyen a Béres Csepp például, és a Hungarikum Bizottság január 29-i döntés óta Neumann János életműve is a magyar értéktár része. Neumann nélkül nem lenne számítógép, a Béres Csepp pedig megkezdte világkörüli útját már jó néhány évtizeddel ezelőtt, nagyon távoli pontokra is eljut, és Magyarországhoz köthető. Fazekas Sándor után a konferenciát szervező Antal József Tudás Központ igazgatója. Antal Péter elmondta, a tehetséggondozás és kutatás az egyik legfőbb feladata az alapítványnak. A konferenciával pedig az a céljuk, hogy párbeszédet kezdeményezzenek arról, hogy a sportban és a tudományban elért eredmények miként járulhatnak hozzá Magyarország pozitív megítéléséhez. Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál és Turisztikai Központ igazgatója is beszédében arra kereste a választ, mint minden résztvevő, hogy hogyan tudjuk hazánk sikereit eredményesen megmutatni, hogy az országról kialakított kép hogyan tud még vonzóbb lenni nemzetközi viszonylatban is. E cél eléréséhez úgy gondolom, hogy az első nélkülözhetetlen lépés az, hogy magunk számára megfogalmazzuk, melyek azok a sikerek, elérni kívánt célok, pozitívumok, amelyek számunkra fontosak. De mindez természetesen nem elég. Tudnunk kell, mi az, ami a világ számára érdekesség. De nem kerülhetjük ki az országimás építéséhez vezető, talán legfontosabb pontot sem. Kihez és hogyan kívánunk szólni? Miként kívánunk üzenni? Ezért a stratégia alkotás egyik talán legfontosabb szempontja megismerni a másik felet. Úgy hiszem, abban mindannyian egyetértünk, hogy egy országimás stratégia és kommunikáció akkor sikeres, ha közösségekre, eseményekre, de akár egyes jeles személyikre épít. Nem véletlen, hogy olyan ikonikus alakok nevének hallatán, mint Liszt Ferenc és Kodály Zoltán,
Vagy hogy a mai nap fő témáinál maradjunk, Puskás Ferenc és Szentgyörgyi Albert nevének hallatán mindenkinek Magyarország jut eszébe. A konferencia megnyitó után kezdődtek a kerekasztal beszélgetések. Sport témában a résztvevők között volt Simicsko István sportért felelős államtitkár, Benedek Tibor a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya, Gömöri Zsolt a paralimpiai bizottság elnöke, Lázár Vilmos a Nemzeti Vágta elnöke, a Magyar Lovasport Szövetség elnöke, valamint Barát Etele, a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke. Széles áru kínálattal nőnap alkalmából pedig virággal várták a hölgyeket szombat délelőtt a József Attila lakótelepi termelői piacon. 2013. decemberre óta működik itt a Napfény utca végén a benzinkúttal szemben. A sportpályán a József Attila lakótelepi termelői piac szombat délelőtt önként 8-tól 13 óráig. Nyitvatartási időben a 181-es busz is megáll a piac közelében. Múlt héten szombaton Primulával, azaz Kankalinnal és Tulipánnal köszöntötték a piacra látogató hölgyeket nőnap alkalmából. Volt lehetőség ezen kívül vérnyomás, vércukor és koleszterin szintmérésre, a gyerekeket pedig kézműves foglalkozással várták. Kislányomé, ő kapta. A mai napon ez az első virág? Ez az első. Tavaly is felköszöntöttek, és nagyon jó, hogy mindig van ez a cukor és koleszterin mérés is. Nem számítottam rá, bár múltkor is hallottam, akkor nem voltunk, hogy ilyen fánkegyet osztogattak, az biztos nagyon jó lehetett. Meg a piac is nagyon jó, mert termelő, itt szoktam vásárolni, és mindig ilyen friss és házi jellegű. Mit vásároltok most éppen? Most leginkább szörpöt. Azok az urak, akik még nem vették meg a hölgy köszöntő virágot, a piacon megtehették, hiszen új termelők is vannak, például a virágárus úr. Ez a mai alkalom a második. Orchideás kosarak vannak, többféle változatban vannak dobozos orchideák, úgyhogy ez ami különlegesebb, meg tartós virág. Akkor azt kérem, húsárút, zöldséget, gyümölcsöt, mézet, sajtokat, pékárút továbbra is helyi termelőktől vásárolhatunk. A termelők sora és az árukínálat is folyamatosan bővül. Cegvédről járunk, őstermelők vagyunk, mi termelők, most fóliázunk, 6 fóliánk van, tanyázunk, több állatok mindenek, csirkék, kacsák, libák, zöldségfélék, majd lesznek a szamócák, jönnek a gyümölcsök. Most csak tehén sajtokkal, mindenki keresi a kecske sajtokat, de arra még max. Egy hónapot még várni kell. A különlegesség a kapros csomboros, akkor a rozmaring boróka, ezek ilyen mind kívánságra készültek. Akkor céklás, aszaltszíló, aszalt baracka. Többféle fajta illatos, illatmentes szappanokat árul különféle problémákra. Ugye mindegyiknek megvan a maga hatóanyaga, kézműves szappanok. Jön a szezon, a húsvét. Főleg a húsvéti dolgokat a hölgyeknek nőnapra. Nőnapi dolgot, de hát az ifjú embernek kéne megvenni, illetve házi asszonyok számára sok-sok minden hasznos dolog. Egyre több termelő van, egyre többféle dolgot, finomságot lehet venni. Én bízom benne, hogy főleg, hogyha most már itt a tavasz, látható, süt a nap is, hogy nagyon sokan lesznek, és még többen lesznek. Én azt szeretném, hogyha a 18 ezer emberből szombatonként legalább 1000 ellátogatna ide. Minden második vasárnap ugyanezen a területen a sportpályán Bolha piac is működik. Ide is várják természetesen az árusokat és a vevőket is. Kárpátaljai testvérvárosunkból, Beregszász városából érkeztek látogatók múlt héten pénteken kerületünkbe, hogy többek között megtekintsék a tavaly átadott Ferencváros stadiont. Ezzel a busszal érkeztek Beregszászról, nagyrészt a Beregszászi futballklub vezetői, a felnőtt és az ifjúsági csapat tagjai, hogy megtekintsék többek között a Grupama arénát. Kárpát-aljai testvérvárosunk polgármestere is eljött ebből az alkalomból. Vele és dr. Bácskai János polgármesterrel az ukrán helyzetről és a Beregszász támogató intézkedésekről beszélgettünk. Természetesen érezhető a feszültség, és nagyon-nagyon fontos szerepet játszik ennek a feszültségnek az ideiglenes oldásában. Az a nagyon kellemes és fontos gesztus, amit a Ferencváros önkormányzata tudott Beregszásznak, mint testvárosának nyújtani. A vendégek között van olyan is, aki soha nem volt Budapesten, de olyan is van, aki még Magyarországon sem volt. Beregszász multi nemzetiségi város, az egyetlen olyan település Ukrajnába, ahol megyei jogú városként a legtöbb magyar él. Természetesen ukránok
ők is jöttek velünk, és nagyon örülök, hogy ők is részt tudnak venni. Napi szinten kapcsolatban vagyunk, figyeljük az eseményeket, különösen a háborús helyzet következményeiként. Az ő kérései, illetve tanácsai alapján tudjuk meghatározni azokat a feladatokat, amiben segíteni tudunk nekik. Kamerarendszer kiépítését segítjük. Konkrétan 12 kamerának a felszerelését, tehát éjjel-nappal látó kamerák egy olyan városban, ahol az éjszakai és bizonyos területeken lévő tevékenységek megkövetelik ezt. Nagyon fontos számomra az, hogy a beregszásziak biztonságérzetét ez erősen fogja javítani. Nem csak Kárpátalján, hanem ukrán nagyobb városokban sincs ilyen magas szintű térfigyelő kamerarendszer. A biztonságérzet ez erősen javulni fog. Ez nagyon fontos, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Beregszász polgármesterének már volt lehetősége korábban megtekinteni a Ferencváros stadiont, ezért is kérte, hogy a beregszászi futballisták eljöhessenek, és megismerhessék az arénát. Volt egy nagyon jó beregvidéki futballcsapatunk, amelyik az ukrán amatőr kupát megnyerte a 2010-es évek elején. Nagyon nagy gazdasági problémák vannak Ukrajnában, és ezért a futball 2 évig szünetelt a beregszászi nagycsapat. Tavaly elindultunk a járási bajnokságban, gyerek futball magától értető sifjúk vannak, és most úgy néz ki, hogy hát a megyei bajnokságban fogunk tovább futballozni a felnőtt csapattal. Ő már járt korábban itt Ferencvárosban? Én Ferencvárosban jártam a meccseken, járt nem egyszer, nem kétszer, de ezt az új stadiont sajnos még én sem láttam. Nagyon szép, és nagy örömet fogunk szerezni a gyerekeknek. Nagyon szerettem kiskoromban, meg apa is mondta, és akkor ugye elkezdtem focizni, nagyon szerettem. És milyen a nagy csapatotok? Hát nagyon jó most a Beregszászban a csapatunk. Már nyert sok kupát is, meg minden. És az utánpótlás biztató? Biztató, igen. Sokan fociztok? Hát igen, van nagyon sok csapatunk. Van csomó korosztály is, meg minden. És mennyit tudtál korábban a Ferencváros csapatáról? Hát nagyon sokat, majd utána néztem az oldalára, meg minden, meg mondták is nagyon sokat. Nagyon szeretem a Ferencvárost is. Nagyon szép stadion. Itten nálunk olyan nincsen. Híreink végén a Máltai Szeretett Szolgálat Albert Flórián úti fürdő és fertőtlenítő állomásának felhívása következik. Férfi ruhaadományokat várnak, kérjük, hogyha tudnak segítsenek. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Itt az Albert Flórián út 5-7 szám alatt található a Máltai Szeretett Szolgálat fürdő és fertőtlenítő állomása. Ahogy azt már tavaly novemberi Közös tér című műsorunkban bemutattuk, a hajléktalan embereknek biztosítanak fürdési, tisztálkodási lehetőséget. A képernyőn megjelenő fotókon jól látszik, milyen változásokon mennek keresztül az ide beérkező fedél nélküli emberek. Fertőtlenítő állomás elsősorban a ruhatetves, rühesek és a fejtetvesek vehetik igényben, őket lekezeljük, de vannak olyanok, akik minden nap járnak ide fürdeni, rendszeresen sima tisztasági fürdésre, és egyre több ez. A megnövekedett igények miatt van szüksége a fürdetőnek férfi ruházatra. Mivel az ide térő ügyfelek, hajléktalanok, leginkább férfiak, ezért férfi ruhákra lenne nagyon nagy szükségünk. Alsónadrág, zokni, hosszúnadrág, pulóver, cipő, ami nagyon fontos nekik. Mindenféle méretben? Mindenféle méretben. Mi az oka annak egyébként, hogy elsősorban férfi ruhákra van szükség, illetve hogy elsősorban férfiak jönnek ide, és kevésbé a hölgyek? Azt gondolom, hogy mivel hogy több a férfi hajléktalan, és több a férfi hajléktalan szálló, emiatt ugye ott a fertőzés veszélye jobban ki van téve, és ezért. A férfi ruhaadományokat nyitvatartási időben a fertőtlenítő állomás munkatársai veszik át az Albert Flóriánut 5-7 szám alatt, hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 8 óráig. A Máltai Szeretett Szolgálat ezúton is köszöni az eddigi és a jövőbeni adományokat.